Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. A mai vendégünk Lévainé Kovács Róza, akivel a Kovács Tehetségpontról fogunk beszélgetni. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok. A Kovács Mihály Tagiskola is ugye tehetségpont, ennek kapcsán hívtuk ma meg önt egy stúdió beszélgetésre, hiszen rengeteg program, verseny fut most az iskolában, amelynek ön a koordinátora, ön a főszervezője. Kezdjük talán azzal, hogy mióta tehetségpont a Kovács Mihály Tagiskola, és milyen tehetségpont, mit kell erről tudnunk? 2009-ben indult a tehetségprogramunk, akkor regisztráltam a tehetségpontot, és amikor összevonták az intézményeinket, akkor tulajdonképpen a tehetségpontot kiterjesztettük, úgyhogy most már igazában a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egésze tartozik a Kovács tehetségponthoz. A nevet nem akartuk megváltoztatni, hisz azért ennek már hagyománya van, így ismerik a partnereink, de a feladataink bővültek. Tehát akkor most már minden tagintézmény a Kovács tehetségponthoz tartozik, igen, gyakorlatilag. Igen, igen. Mi a specialitás, milyen területeken működnek a legjobban? Természettudományos és matematikai, logikai készségképesség fejlesztés, általában a projektjeink is erről szólnak, de volt olyan, amikor egy kis kitekintést tettünk, művészeti csoportunk is volt, volt egy olyan pályázat, ennek keretében mutattuk be a Hári János című darabot, de alapvetően maradunk a természettudományos nevelésnél. Azt mondta interjúnk előtt, hogy nagyon sűrű ez a tavaszi időszak. Tudjuk, hogy már lezajlott több verseny, illetve rendezvény is, és sok előtt még előtt állnak. Beszéljünk most azokról, amiken már túl vannak a közelmúltban. Milyen versenyeket szerveztek, illetve vettek rajtuk részt? Múlt héten volt két fizika verseny, két országos verseny, a Fizika Plusz, ami tulajdonképpen az én saját versenyem. A kiírástól kezdve a feladatok írásáig a munka nagy része az enyém. Természetesen vannak segítők, akiknek köszönettel tartozom. Másnap, múlt héten kedden volt az Öveges József Kárpát-medencei fizika verseny második fordulója. Itt indultak gyerekeink, szerencsére négyen bejutottak, Szolnokra vittem őket. Ebben azon túl, hogy segítettem a gyerekeket, szervezői feladataim is vannak, mint az Ötvös Nóránd Fizika Társulat általános iskolai szakcsoportjának elnökének. Ezen a héten egy matematika verseny zajlott Szolnok és térségében. 26. éve én vagyok a feladatíró és a javítás segítője. Jövő héten egy országos verseny megyei fordulóját koordinálom, ez az alapműveleti matematika verseny. Vannak kihívások. Hogy szerepeltek a múlt heti versenyeken a karcagi diákok? Ezt még nem tudjuk. Ilyenkor a feladat javító zsűri dolgozik, és összesítés után kerül föl a honlapra az a lista, kik a továbbjutók, ki hány pontot szerzett, úgyhogy ez még körülbelül egy másfél-két hét. Azt mondta, hogy 20 éve, 26 éve feladatíró, lehet mindig új feladatokat kitalálni? Illetve hogyan lehet ezt elképzelni? Mert mondjuk tőlem nagyon távol áll a matematika, de ön nagyon szereti, ezt tudjuk. Igen, főleg a másodikos feladatírás az, ami külön izgalom és kihívás számomra, hisz én
világéletemben felsősökkel foglalkoztam, és az egy általam nagyon tisztelt, nagyra becsült terület a tanítók munkája. Eleinte még több segítséget kértem az iskolánk tanítóitól. Ma már megelégszem azzal, ha megnézik az általam elkészített feladatsort, esetleg megoldják, és akkor összehasonlítom a saját megoldásommal, hogy ne legyen benne hiba. Nem könnyű valóban mindig újabb és újabb ötleteket, de sok könyvet forgatok, ismerkedem azzal, hogy milyen feladattípusokat tanulnak manapság a másodikosok, és akkor megpróbálom mindig. Egy kicsit kötöm a hétköznapi gyakorlathoz, például most az egyik feladat virág ibolyaszedésről szólt, az adta az ötletet, hogy az erdei tornapálya környéke tele van ibolyával, gyönyörűséges az erdőnk, és ahhoz kapcsoltam egy feladatot, a másik épp a játékossághoz, labdák, szertárban lévő labdák számához kötődött, tehát egy kicsit próbálom a gyerekeknek is élvezhetőbbé tenni a matematikát. A másik, a fizika plusz versenyem feladatkitűzésen, az megint egy izgalmas dolog. Hetekig, hónapokig érlelgetem, hogy el kell kezdenem írni a feladatokat, hogy ne maradjon az utolsó pillanata, és akkor olyankor soha nincs ötletem. És mikor már nagyon-nagyon a körmömre ég, hogy most már muszáj írni a feladatokat, akkor úgy jönnek egyik a másik után. Magát a feladatot, azt még könnyebben kitalálom, csak ez egy feleletválasztásos forma, és minden egyes feladathoz 5 válasz lehetőséget kell kitalálni, amiből egy vagy igaz, vagy hamis éppen. És ha egy az igaz, 4-et úgy hazudni hozzá, hogy azért ne legyen túl feltűnő, hogy most melyik az igaz és melyik a hazugság, ez azért már egy kicsit nehezebb dolog, de lassan megtanulom. Ha azt mondjuk, hogy tehetségpont, akkor ez mivel jár egy intézmény vonatkozásában? Mik azok a feladatok, amik kötelezőek egy tehetségpont számára? Elsősorban a gyerekek számára a foglalkozások biztosítása. Tehát ezek ilyen külön órák vagy szakkörök? Hogyan kell Igen. Nálunk csak köröknek hívjuk, nem szakkörnek, tehát van biokémia körünk, földrajz körünk, fizika körünk, töprengő körök a matematikai, logikai készség fejlesztéséhez. Alapvetően ezek a foglalkozások, hogy a tanórán kívül a gyerekek készségeit, képességeit minél jobban tudjuk fejleszteni. Azon kívül pályázatokat írunk, valósítunk meg különböző projekteket. Most 2 elég komoly projektben dolgozunk a gyerekekkel. Az egyik alapvetően a természet megismerésére, környezetvédelemre koncentrál. Ennek a lábnyom lépés taposás címet adtam. Épp amikor a pályázat írás volt, akkor egy Erkel tagintézményi koncertről tartottam hazafele, és ott gondolkoztam, hogy milyen címet is kellene adni, már akkor a téma összeállt. És akkor még úgy bennem volt az est hangulata, és úgy valahogy adta a címet a bennem lévő zene, és akkor alakult ki ez a lábnyom lépés taposás, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ökológiai lábnyomot vizsgálunk, hogy milyen hatással van az ember a föld életére, a környezetünkre. Igyekszünk kerékpárral menni, tehát a pedált is tapossuk. Igyekszünk azért lépéseket tenni annak érdekében, hogy a földünk élhető maradjon még, illetve laposra tapossuk a flakonokat, és így tovább. Tehát egy ilyen projektben dolgozunk tulajdonképpen egész tanévben. Ezt a Nemzeti Tehetségprogram keretében tesszük. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének volt egy pályázati felhívása, mivel kiváló akkreditált tehetségpont a Kovács tehetségpont, ezért 2 programmal pályázhatunk.
Az egyik program a Kiskucsosi Tagintézményben valósul meg Törp Csilla intézményvezető helyettes társam vezetésével. Ez a népi mesterségekkel foglalkozik. Ez is egy kicsit kapcsolódik a természettudományos projekthez, hisz anyagvizsgálatok és egyéb dolgok vannak, de az azért jóval túlmutat azon. Nagyon népszerű, nagyon szeretik a gyerekek. A Kovácsban pedig egy gondolkodásfejlesztés játékkal, sporttal projektet gondoltam ki. Ennek keretében egyszerű képes szudoku fejtéstől egész a bonyolultabb számfeladványokig volt az egyik alkalommal. A bevezető foglalkozás önismerettel, csapatépítéssel, társak ismeretével foglalkozott, voltak benne játékos sorversenyek, kanállal hordtak vizet az egyik edényből a másikba, nagyon élvezték a gyerekek. Másik alkalommal társas játékokat játszottunk, tanítottuk őket, hogyan kell malmozni, körmalmozni. Azt gondolom, hogy a mai világban erre keves, nem minden gyereknek van alkalma, hogy ilyeneket játszon. És a mai napon megyünk épp a múzeumba, egy múzeumi akadályversenyre. Következő foglalkozások már a szabadban zajlanak, ami egy kicsit már a sporthoz kapcsolódik. Tanulunk bocsázni, majd illetve a tájfutás alapjaival fogunk foglalkozni. Mi az a bocsázás? Az a bizonyos golyókkal játszott játék. Délvidéken bocsának hívják, tőlünk délebbi népek. Egy kicsit hasonló, nem teljesen ugyanaz, a francia változata, ami Petang néven ismert. Ezekből is vannak bajnokságok, mi nyilván az alapokkal fogunk megismerkedni. Ennek is vannak, nem csak annyi, hogy el kell találni és minél jobban megközelíteni a nagy golyókkal a kis golyót, hanem azért ott is kell taktikázni, ügyeskedni, azon túl, hogy levegőn vagyunk, mozgunk. Gyerekek mit élveznek egyébként a legjobban? Miben lehet őket a legjobban belevonni? Sportprogramokba, vagy elmélkedős feladványokba? Mi az, ami úgy a legjobban megindítja őket? A játékosság, én azt érzem. A mozgásnak is bizonyos formái, amikor azért nagy erőfeszítés még nem kell, ami a játékossághoz. Én azért is szeretem például a fizikaórán is különböző rejtvényeket, játékos feladatokat szeretek kreálni, mert azt gondolom, hogy ehhez a 10-14 éves korosztályhoz az van legközelebb a játék. Sok a tehetséges gyerek egyébként a karcagi általános iskolában? Azt gondolom, hogy ha kapnak lehetőséget, hogy megmutassák, miben ügyesek, akkor vannak, igen. Vannak. Tehát ugye azt mondta, hogy természettudományi tehetségpont, és hogyan lehet például kiszúrni azokat a gyerekeket, vagy észrevenni azokat a gyerekeket, akik ezeken a területeken kimagaslót nyújtanak, illetve fejleszthetőek? Mert gondolom nem elég az, hogy valaki mondjuk ötös matematikából, az még nem biztos, hogy jobban érdekli, hogy még tovább vigye. Tehát ehhez gondolom, hogy nem csak az kell, hogy a gyerek akarja, hanem hogy önök is rásegítsenek. Tehát hogyan lehet kiemelni az igazán tehetséges gyerekeket és továbbfejleszteni őket? Általában a pedagógus kollégák tesznek javaslatot, és meghirdetünk foglalkozásokat, a gyerekek jelentkeznek. Az a legjobb, amikor a kettő találkozik, tehát a pedagógus is javasolja, és a diák is szeretne járni. Előfordult olyan is, hogy valaki nem jelentkezett, de a pedagógus úgy gondolta, hogy érdemes lenne foglalkozni, akkor elbeszélgettünk vele, és kiderült, hogy mégiscsak szeretne, csak egy kicsit bátortalan. Végül is, ha már érdeklődik, motivált, eljön a foglalkozásokra, akkor már sokat lépünk előre. Az, hogy most éppen nem lesz például egy fizika körösből fizika professzor, azt gondolom, nem baj.
de ha már rácsodálkozik a fizika jelenségeire, egy kicsit többet tud, egy kicsit hozzáértőbben fordul a fizikai jelenségek felé, nem eleve elzárkózóan, hogy ó, fizika, akkor engem ez nem is érdekel, akkor azt gondolom, hogy másokat tettünk. Ki mit tudra is készülnek? Ha jól tudom, határtalanul programra is készülnek. Igen. Ezekről még valamit, ha hallhatnánk. Aki mit tud, az elsősorban a felsős diákjainknak egy bemutatkozási lehetőség, ami megint csak túlmutat a természettudományos megközelítésen, a tehetségpontunk természettudományos tevékenységén. Adunk lehetőséget, hogy aki más területen, például művészetben szeretné megmutatni magát, legyen lehetősége. Április 12-én lesz ez a program, most már tudom, hogy vannak olyan gyerekek, akik készülnek rá. A tehetségnapunk az majd júniusban lesz, ez tulajdonképpen arról szól, hogy az éves munkájukról beszámolnak a gyerekek, például a fizika körösökkel egy újabb varázslatra, egy kísérleti bemutatóra készülünk. Lesz még ezen kívül, ezt megelőzően is egy kísérleti bemutatónk április 26-án, amikor egy díjkiosztó a Fizika Plusz versenynek és az Alapműveleti Matematika versenynek lesz a díjkiosztója, és a hozzánk érkező versenyzőket, kísérő nevelőket szeretnénk elvarázsolni. A határtalanul pályázatra júniusban kerül sor, arra is készülünk, Délvidékre megyünk, testvértelepülésünkre, Moravicára, és előzetes feladatokat hamarosan megkapják a gyerekek. Ilyenkor készülnek Délvidék biológiája, a földrajza, a történelme, egyáltalán arról a helyzetről tanulnak, hogy ott miért élnek magyarok. Nagyon meglepődtek első alkalommal, amikor vittünk gyerekeket, hogy jé, hát itt is magyarul beszélnek, és ennek megfelelően azért felkészítjük a gyerekeket, hogy tudják, hova megyünk, és hogy milyen előzményei vannak ennek a helyzetnek. Sok a feladat akkor valóban a tavaszi szezonra. Egy módon nagyon jól ki tudunk kapcsolódni a feladatokból, egy picit tájfut. Milyen eredmények születtek a közelmúltban, azért a közösségi oldalon lehet látni, hogy posztolnak ön is, és ugye látjuk, hogy a férje is fotózik, és beszámol arról, hogy milyen sikereket, eredményeket értek el, merre jártak legutóbb. Két verseny volt ebben az évben, tulajdonképpen most indult márciusban a szezon. Bő két hete Makón és térségében voltunk a Hagymatikum kupán. Ez egy 4 futamos verseny, szombaton délelőtt délután, vasárnap délelőtt délután. Ez úgy tűnik, hogy jól sikerült a téli ráhangolódásom, mert mind a 4 futamot megnyertem, és így az összetett versenyt is. Most hétvégén az országos hosszú távú bajnokság volt Bér településen, illetve annak környékén. Itt azért sokkal keményebb mezőny jött össze, illetve az, hogy hegyvidéki terep, amihez én azért annyira nem vagyok hozzászokva, kevesebb lehetőségem van hegyvidéken futni, így negyedik lettem, de azt gondolom, hogy a körülményekhez képest ez jó. Gratulálunk a szép eredményekhez, és sikeres pályázati megvalósítást, jó versenyeket, jó bemutatókat kívánunk, és majd visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Az 1130/2017-es számú kormányhatározat értelmében Karcagon kerül elhelyezésre a milánói világkiállítás magyar pavilonja.
A pavilon újratervezése, az újraépítés irányítása és lebonyolítása, az újraépítés helyszínén történő infrastruktúra teljes kiépítése, valamint a létesítmény üzemeltetése Karcagváros önkormányzatának feladata. A pavilon a turisztikai fejlesztésre kijelölt Erzsébet-ligetben épül fel, amelynek közösségi célú hasznosítása régi terve a városnak. Az újjáépített, tartós használatra átalakított létesítmény rendezvény és konferencia központként egy komplex turisztikai és szabadidős fejlesztés központi eleme lesz. A Nagykunság és Karcag számos természeti, kulturális és közösségi értékkel rendelkezik, ezeket itt méltó környezetben modern eszközökkel mutathatjuk be. A megfelelő funkciókkal kiegészített épület alkalmas lesz továbbá nagyobb szabású előadások, rendezvények és közösségi összejövetelek megtartására. A beruházás célja az országimázs gazdagítása a Nagykunság helyi értékeinek, kultúrájának, hagyományainak bemutatásával. Ezen túlmenően terveink szerint lehetőséget nyújt majd tudományos konferenciák fogadására, országos és nemzetközi innovációk bemutatására, az egészségturizmushoz kapcsolódó rendezvények szervezésére és a környezetvédelmi szemlélet formálására is. A létesítmény fontos szerepet tölthet be a térség és a város interkulturális kapcsolatainak ápolásában, a helyi közösség építésében, a civil szervezetek működésében. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a karcagi elképzeléseket, terveket támogatták. Szép jó napot kívánok! Szervusztok! Szeretettel köszöntöm a zöld óvodásainkat, még nagyobb szeretettel az iskolák képviselőit, és nagy tisztelettel minden kedves megjelentet, akik elfogadták a Magyarországi Zöld Óvoda Hálózat akciófelhívását, és velünk együtt, zöldbe öltözve a tavaszi napéj egyenlőség perceiben köszöntik a tavaszt. Elsőként a Dénes György zöld versét mondjuk el. Zöld a tópart, zöld a nád, zöldbe fordult a világ, zöldbe fordult a világ, zöld alapú levele, zöld alapú levele, zöld béka szól brekeke, zöld béka szól brekeke, zöldben csillog a liget, zöldben csillog a liget, zöld ágakkal integet, zöld ágakkal integet. A fű is sarjad a lábunk alatt, most énekeljünk egyet, jó? Zöld fű, rajta! Zöld fű, a lábam alatt, aki itt a legszebb, megölelem azt. Jöjjünk most még egyszer, hogy a bal oldalon állók is megölel. Rajta! Zöld fű, zöld fű, a lábam alatt, aki a legszebb, megölelem azt. Öleljük meg a másik szomszédunkat. Hogy senki ki ne maradjon az ölelésből, ismételjük el még egyszer, jó? Rajta! Igazán zöldbe csillaghasson a liget, képtelenül ültessük el a kedvenc fánkat, jó? Mindenki legugol hozzá. Az ültető gödröt előkészítjük. Beleszórjuk a magot.
betemetjük, megöntözzük, várjuk a tavaszi napsütést, és lassan, nagyon lassan nő ki a magocskából a fas. Lassan, lassan nő az a fas. És kinő az egyik ága. Kinő a másik ága, lassan nő a fa, és a tavasz meg kipattantja a rügyeket egyenként. És a tavaszi szellő megtáncoltatja a friss zöld leveleket. És a tavaszi szélben megerősödnek az ágak. Hajladoznak, jól megerősödtek, és háromra mindenki elárulja nekem, milyen fát ültetett. Egy, kettő, három. Nagyfa! Nagyszerű. Van, akinek két kedvenc fája is van, akkor még egyet ültessünk el. Kutolunk hozzá. Felekkor kicsit az ültetőt. Felekorjuk a magot. Bekemetjük. Megöntöltük. Várjuk a napsütés jótékony hatását. Lassan, nagyon lassan nő ki az a fa. Lassan. Jön az egyik ága. És a jó tavasz idő kipattantja a rügyeit. A szellő megtáncoltatja a friss leveleket. A szélben pedig megerősödnek az ágai. És háromra megint megmondhatod, milyen fát ültettünk. Három! Nagyszerű! Akkor, ha így kibújtam, hogy hátok, a bújbúj zöld ága alakítottunk egy nagy zöld ág, zöld ág, zöld ág, melyecske, itt ha van a szaranka, furcsa bújatok rajta. Rajta, rajta, ez szakadt a bajta, ez maradt a majta, megmaradt a macska. Napi egyenlőség jegyében zöldbe öltözve köszöntöttük most flashmob keretében a tavaszt. Mintha az időjárás is megérezte volna, hogy az eső után most gyönyörű napsütés legyen. Így van, nagyon izgultunk a hétvégén, hogy valóban meg tudjuk ezt az akciótervünket itt a Múzeumparkban valósítani, hiszen nem csak mi, hanem Szolnok megye valamennyi zöld óvodájába elment ez a felkérés. Mi fogjuk össze a megye zöld óvodáit, reméljük, hogy mindenütt ugyanilyen szép idő volt, és meg tudták valósítani ezt a mozgalmat.
nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a zöld óvoda cím az mit jelent. Néhány mondatban azért foglaljuk össze, hogy a Szimovoda például mivel érdemelte ezt ki, és miért lett a koordinátora ennek az egész rendezvénynek. A zöld óvodára pályázni lehet, ez már 2003 óta megy ez a pályázat. Meg kell említenem, hogy elsőként a Zöldfaúti óvoda pályázta meg ezt a címet, hiszen Andrássy Tiborné Editke, mint környezeti nevelő, ő szívén viselte első percektől fogva ezt a zöld óvodai pályázatot. Utána szép lassan az összes többi óvoda csatlakozott, 3 évre lehet megnyerni ezt a zöld óvoda címet. A Szimovoda harmadjára nyerte el szeptemberben ezt a pályázatot, és a pályázattal egy időben úgy döntött a zöld óvodai hálózat, hogy minden megyébe választanak egy zöld óvodai bázisintézményt, és a mi óvodánkra esett a választás. Így Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Szimovoda a zöld óvodai bázisintézmény. Mint az előbb említettem, feladatunk a megye összes zöld óvodájával kapcsolatot tartani, és mi fogjuk össze azokat az eseményeket, mint például ez a mai is volt. És hát aki járt az óvodájukban, a Szimoviban, az azért tudja, hogy ott madáretetéstől kezdve kis tavacskáig minden van, tehát nem véletlen azért ez az örökös cím. Az örökös cím még nem a miénk, azt a Zöldfaúti óvoda fogja megpályázni, hiszen 3 nyertes pályázat után lehet erre a címre pályázni. De minden óvodánk zöld óvoda, nagy örömünkre. Minden óvodánkban fontosnak és kiemeltnek tartják a kolléganők, a nevelőközösség, a környezeti nevelést. Minden óvodánkban hulladékcsökkentési napokat tartunk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, szinte minden óvodánkban működik a konyhakert kis program, takarékoskodunk az energiákkal, ahogy csak lehet, hiszen valamennyien azt valljuk, hogy ezt óvodáskorban kell elkezdeni. Igen, és hát mi is láttuk már az óvisokat, hogy tényleg benne élnek ezekben a hétköznapokban, reméljük azért, hogy utána hétvégén otthon is hasonlóképpen ráveszik a szüleiket erre. Így van, hiszen a programjaink a jeles zöld napokhoz kapcsolódóan nyíltak szoktak legtöbbször lenni. A szülőket is bevonjuk, hiszen szülői segítség nélkül néhány program nem is lenne megvalósítható. Különösen a Szimovoda, aki a legtávolabb van ettől a ponttól, most is szülői segítséggel tudtak a mi gyerekeink ide bejönni, de akár azt is megemlíthetem, hogy szülői felajánlás volt, hiszen láthatta mindenki, hogy minden óvodás gyermekünk egy gyönyörű zöld perelint viselt a mai alkalomra. Ezt a Kunszöv Textilipari Kft. Felajánlásából sikerült így megvalósítanunk. Úgyhogy a szülői segítségre mindig számíthattunk és számítani is fogunk, és itt is szeretném minden szülőnek megköszönni a támogatását. Akkor reméljük, hogy sok hasonló rendezvény lesz, mint a mai, és reméljük, hogy akkor tényleg megérkezett március 21-én a tavasz. Úgy legyen, hiszen ezekben a percekben van igazság szerint a tavaszi napi egyenlőség, és én mindenkinek gyönyörűséges, boldog, vidám tavaszt kívánok. Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen! Kapitányság vezetője egy közlekedés biztonsági akciót folytatunk hónap alkalmával, és mivel ezt nagyon szabályosan tetszettek közlekedni, és ez a pontosan a passzív biztonsági eszközök alkalmazásáról szól, és látom, hogy a gyermekülés is ott van, és ez mindenképpen kikapcsolódott belőle, amíg idejöttünk, ezért engedjék meg, hogy egy szál virággal kedveskedjünk a rendőrség nevében, és a balesetmentes közlekedést kívánok. Köszöntöm nőzőinket a nőnapon, a rendőrség ismét ellenőrzést tart, erről beszélgetünk Telek Zoltán kapitány úrral. Mi a célja a mai ellenőrzésnek? Köszöntöm a kedves nézőket! A Karcagi Rendőrkapitányság Városi Baleset Megelőzési Bizottsága a mai nap nőnap alkalmából egy fokozott közlekedésbiztonsági akciót hajt végre a kapitányság teljes illetékességi területén. Az akciót most reggel megkezdtük itt Karcagon, és a többi településünk is sorra kerül. Az akció fő célja, hogy fölhívjuk a figyelmet a passzív biztonsági eszközök használatára, úgy mint a biztonsági a gyermekülés, valamint fölhívjuk a figyelmet azokra a szabálytalanságokra, amelyek a vezetésre hátrányosan hatnak, mint a kézben tartott mobiltelefon, illetve a megfelelő állapotban lévő gépjármű, megfelelő műszaki állapotban lévő. Természetesen néhány szondát is használunk, annak érdekében, hogy az ittas járművezetés elkerülésére is felhívjuk a figyelmet.
a kollégáim a szabályosan közlekedő hölgy gépjárművezetők részére egy virággal fognak kedveskedni a mai napon, és lehetőség szerint az apróbb szabálysértéseket elnézik, és csak figyelmeztetéssel szankcionálják azokat. Reméljük, hogy sikeres lesz a mai akció, és mindenki betartja a szabályokat, hiszen ez is a cél, és itt láttuk azért, hogy a hölgyek viszont örömmel veszik át a virágot, bár eddig mindenki szabályosan közlekedett, aki virágot kapott. Így van, nagy örömünkre szolgál, hogy még az idáig megállított összes gépjárművezető szabályosan közlekedett, és minden okmány irat rendben volt, és hát mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Hát itt vagyunk a Pabila gyülekezeti házban, és hamarosan kezdődik a Palázsban című könyvkönyv bemutatója. A könyv szerkesztőjével, dr. Örsi Annával beszélgettünk. A Palázsban szó az azért már jelzi, hogy lelkészekről szól ez a könyv, de hogyan is jött ez létre? Hát a reformáció 500. évfordulójára úgy gondoltam, hogy méltón kellene emlékezni, és természetesen ami tőlem telik, az leginkább az írás és a szervezés, szerkesztés, könyvkiadás. Így jött létre a könyv. És kiket olvashatunk, tehát kiknek az életrajzát, életútját kutatták fel? Nagykunsági lelkészek és kötődő lelkészek, ami azt jelenti, hogy Nagykunságon születtek, vagy életük egy részét itt töltötték. Ezen életutakat mutatjuk be a könyvben. Az előbb megszámoltuk, hogy 20 életút van benne, de többen is írtak ezeket, tehát ön szerkesztette, saját írásai is vannak, de kik vettek még részt a könyv elkészítésében? Hát igen, egy tucaton írtuk a könyvet. A karcagiak közül Ruzicska Feri volt egy nagyon fontos személy, aki Török Vincéről és Madarász Imréről írt, de kisvízszállási tanár is van, aztán szolnoki kutató is, és hát szintén karcagi Rideg István tanár úr is bekapcsolódott a könyvírásába. A könyvnek az alcíme az, hogy Nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele igével, tollal, tettel a magyarságért. Tehát gondolom, hogy akkor végigvették a pályafutásukat, és ezen belül még mi mindent néztek. Hát ugye sok száz lelkészről lehetne írni, hogyha az 500 évet részletesen be akarnánk mutatni. Erre természetesen egy könyvben nincs lehetőség, így ki kellett választani azokat, akik különösen sokat tettek a közösségükért, itthon vagy határainkon kívül. Ki az, akit kiemelne a szívéhez közel áll, mert esetleg most is megkeredt még bővebben az életével? Hát ez elég nehéz kérdés, mert mindig akinek az életével foglalkozok, számomra az a legfontosabb. De hát mondhatom Papp Bélát, vagy mondhatom Csávás Sándort, vagy Nagy Lászlót, ők mind karcagi születésűek voltak, és igen-igen sokat köszönhetünk nekik. De akkor én azt kérem, hogy sokan olvassák el a lelkészek történetét, és ismerjék meg azokat is, akikről esetleg még nem is hallottunk. Hát igen, különösen nagy felfedezés az, hogy egy turkevei lelkész, a Harsányi Sándornak 5 fia és több unokája Amerikában alapított egyházat, és az ottani kivándorolt magyarság között adott biztatást a továbbélésre, a óhaza szeretetére és a nyelv megőrzésére. De ugyanígy mondhatnám a kisügyszállási dr. Sipos Istvánt, amely szintén egy ároni lelkész család, tehát több generáción át ívelő lelkészpályák kapcsolódnak ehhez a családhoz, és igen nehéz sors,
hiszen Sipos Istvánt 9-szer állították bíróság elé, internáló táborba küldték az 1940-es évek végén, 50-es évek elején. De hasonló sorsot mondhatnánk a karcagi tőkés familiáról is. Ők érmelléken próbálták a magyarságot megőrizni. Hát én azt gondolom, hogy felkeltettük nézőink érdeklődését a könyv iránt, és reméljük, hogy még sok hasonlót olvashatunk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és kívánom, hogy a karcagiak örömöket lejjék ebben a könyvben, és az ifjúság példaképül állítson egy-egy lelkész. Ruzicska Ferenc helytörténetkutatóval beszélgetünk, aki a kötetben Madarász Imre és Török Vince lelkészek életét kutatta föl. Melyik a kedvesebb önnek? Tehát gondolom, hogy azért alapjában mind a kettőjük életét ismerte, de kiről tudott meg új dolgokat? Hát, mint helytörténet kutató és a város fejlődését megörökíteni szándékozó kutató szempontjából a Madarász Imrei kifejezetten hálásabb téma volt. Ő ezen a tisztelet ugyanis abban az időszakban élt Karcagon, amikor megindul a 67 után, a kiegyezés utáni polgári átalakítás. Egy csomó új dolog történik Karcagon, rengeteg új beruházás, és pontosan az ő vezetésével a gyülekezet is elég sok mindenbe belekezd, tehát alapvető fontosságú dolgok épülnek akkor, központi leányiskola, bővítik a fiúiskolát, városrészi iskolák épülnek, például a déli városrészi iskolák épülnek, például a Pócs iskola, stb. Illetve, hogy majd a későbbiekben a gimnáziumot kibővítik, és hát sok minden még egyéb, nem beszélve arról, hogy affinitása van a közélet iránt, tehát tagja a képviselőtestületnek, Gőz és Kádfürdő részvénytársaságot hoz létre, és még sok egyebet, ami nagyon jó részt vesz a politikában, tehát az országos szintű politikában, 48-as színekben, tehát a 48-as párt helyi, egyik legfontosabb helyi embereként, és hát 1887-ben bejut a parlamentbe, és itt, mint ugye a lobby az már nem csak nem mostani kitalálás, hanem már régebben is volt, és mint ilyen nagyon sok pénzt intéz a városnak különböző beruházásokhoz. A Karcag Tiszafüredi hévnek a építéséhez, a Belvi csatorna rendszer megépítése, elindításához, tiszaszabályozás befejezéséhez, és sorolhatnánk rengeteg mindent. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az óvoda fölvette a Madarász Imre nevét. Így van, hát ő ezzel kezd. Tehát megnősül 1872-ben, és a feleségével, Lacka Erzsébettel nyugat-európai körútra mennek. Hát ez ott törlik a mézeseteket tulajdonképpen, de ilyen helyeken, mint Svájc, Franciaország, Németország, és Németországban most azt már én nem tudom, hogy Madarász név figyel fel a Fröbelfére gyermekkertek meglétére, vagy pedig a nagy tiszteletű úr vesz észre, hogy milyen jó dolgok vannak itt, ez az óvodának egyébként a előzménye, ebből nőnek ki majd a óvodák, de az biztos, hogy amikor hazajön, 1873-ban több egyházi beszédet is ír erről, és el is mondja őket, és elkezd Karcagon egy óvodát szervezni, mégpedig úgy, hogy önerőből, tehát olyan értem, hogy alapítványt hoz létre, és ez az alapítvány lesz majdan a Karcagi Gyermekkert Egyesületnek az alapja, és a Gyermekkert Egyesületnek az egyesület lesz az óvoda üzemeltetője. Ez fogad bele óvónőt, ez bérel helyiséget először, épületet, ez egyébként még ma is, a helye még ma is megvan, ez a klasszikus Rákóczi utcai óvoda, mert most már egy másik épületben is van. És hát majdan ebből nő ki, ugye országos törvények nyomán, amikor már az önkormányzatnak is
önkormányzatnak is létesítenék el óvodákat, a városi óvodák többsége. 1898-ban veszi át a város, és 1900-ban újabbakat létesít. Már három van már a 30-as években. Megjegyzem, hogy például az óvónőkhöz Doránszky Emília az első karcagi óvónő, de olyan szokások behozatala fűződik a nevéhez, mint a karcagi karácsonyfa állítás, a karácsonyfa állításnak a szokásának a megmutatása a város felé. Azt gondolom, hogy akkor Madarász Imre egy nagyon polihiszton ember volt, de mit kell tudnunk Török Vincéről, hiszen az ő nevét azért kevésbé ismerjük, legalábbis sokan. Igen, Török Vincé, megvan ennek is a magyarázata. Madarász Imre ugye országgyűlési képviselő, és a millenniumi éveknek a országgyűlési képviselője, és lelkipásztor, egy nagy hatású és nagy tudású lelkipásztor. Török Vince viszont, aki 1990-ben kerül Karcagra, a Madarász Imrei munkásságnak annyiban a folytatója, hogy az életben tartója, a megmentője. Ugyanis 1990-ben kezdi a karcagi szolgálatot, és utána jön a háború, az első világháború, egy kommun, egy román megszállás. És mindez azért nem tesz ám jót a városnak, egyáltalán nem tesz jót, sem a vallásosságnak. Most egy ilyen periódusban kezdi el, amikor kivonulnak a románok, maguk mögött hagyva egy majdnem teljesen kifosztott város, alapéből kell újjáépíteni, megindul egy infláció, tehát a koronának az inflációja, ami szintén ugye nem tesz jót a gyülekezeti életnek, és hát ezt neki kell elintézni, hogy azért mégiscsak menjen valami. Megörökölt egy hatalmas nagy oktatási intézményrendszert, amit mind a református egyházközség tart fent. Tehát ő finanszíroz a gimnáziumtól az elemi iskolán, központi leányiskolán kezdve mindenig. És hát ez az ő nagy feladata, amiben nagy segítséget kap 1925-től dr. Szentesi Tóth Kálmán személyében, aki főgondnoka lesz az egyházközségnek, majd aztán a későbbiekben dr. Kis Mihály váltja fel főgondnoki tiségen belül, de túlélik ezt az infláció, szépen rendbe hozzák, indul utána a gazdasági világválság, az már infláció nélküli, de egy gazdasági válságról van szó, és hát Török Vince és Szentesi Tóth Kálmán ezt is, ezen is elúr. Alkotnak. Nagyon nehéz a helyzet, egyre kevesebb a pénz, ugye, és hát a végén már kritikussá lesz a helyzet, meg eltelik felette is az idő, és akkor a 30-as évek második felében már erőteljes gondolatok vannak arra nézve, hogy meg kellene fiatalítani az egyházi vezetést is. A városi vezetést is, meg az egyházi vezetést is. Hát elidősödött a lelki pásztor, ugye ez már nem annyira fogékony az újak iránt, pedig egy teljesen új korszakban vagyunk már. Tehát nem a boldog ferenceógrafi kor, hanem a két világháború közti tulajdonképpen modernizálódó és egyre jobban megváltozó korban. Nos, ehhez kell egy új formátumú, fiatalosabb rendülettel, fiatalosabb felfogással dolgozó lelki pásztor. Ez lesz majd Papp Béla, akit 1941-ben nyernek meg a karcagi állásnak, amit 42-ben foglal el, mert egyéb okok miatt akkor biztosítanak neki lakást. Török Vince egyébként megmarad végig vezető lelki pásztornak, de tulajdonképpen a érdemi munkás, tehát az előremutató érdemi munkát az mindig Papp Béla csinálja a későbbiekben is. Török Vince 1950 decemberében ment, augusztusában ment nyugdíjba, és hát 1963-ig élt. 63. december 18-án hunyt el, Karcagon nyugszik. Én azt gondolom, hogy az ön által elmondottakból is tényleg egy két érdekes és nagyon a városi sokat tevő embert ismerhetünk meg a könyvből is. Reméljük, hogy sokan el fogják olvasni az életüket. Köszönjük szépen! Kérem! Köszöntöm nézőinket a Beregfürdői Bodlász Univerzitási Házban vagyunk, és egy-egy Zsolttal beszélgetünk, hiszen ismét sok verseny van, mégpedig nem is akármilyen. A KSS sok szakosztálya
egy nagyszabású versenyt rendez most itt. Mit kell tudni erről a versenyről? Tulajdonképpen 11. éve rendezük ezt a versenyt, harmadik éve emlékverseny, ez a harmadik Wolf-György emlékverseny, rekordszámú nevezővel, két csoportban, 89 fő jelent meg a versenyen, 94 fő nevezett, eredetileg ennyien jelentek meg, nyilván betegség miatt lemondták, két nagymester, 4 nemzetközi mester és 10 FIDE mester van a versenyen, tulajdonképpen az egyik legrangosabb verseny a Tiszántúlon. Úgyhogy ez méltó megemlékezés Gyuri bácsira. Úgy gondolom, hogy ő is valami ilyesmit szeretett volna 11 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük ezt a versenyt rendezni. Mit kell tudni a karcagi csapatról, hogy hogy állnak most? Hát még nagyon az elején vagyunk, tehát bizakodóak vagyunk, többen részt vesznek. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó felkészülés a következő versenyidőszak előtt. És hát azért négy napig szól itt a sakról most a történet Beregfürdőben. Vannak-e olyan versenyzők, akik rendszeresen visszajárnak, vagy van-e olyan versenyző, aki most van itt először, és azért a neve az húzó a verseny szempontjából? Tulajdonképpen a nevek is nagyon húzó, vonzóak, tehát két nagymester, Czebe Attila először van itt, Ohotnyik Vladimir már másodjára van, először Karcagon volt, ő jól érzi magát, és tulajdonképpen azt kell tudni, hogy a legnagyobb név most itt, hiszen 2015 szenior világbajnokáról beszélünk. Többen vannak itt, tehát körülbelül egy 40-50 fő, aki stabilan visszajár évek óta, a hely szelleme visszahúzza őket. És akkor mit tudunk a karcagiakról? Hányan neveztek, hányan indulnak a KSS szakosztályából? Tehát a KSS szakosztályából körülbelül 10 neveztek erre a versenyre, döntően a B csoportban indulnak. Hát bízom benne, hogy jövőre fiatalokkal bővülve még egy népesebb mezőnyt tudunk létrehozni a karcagiak részéről is, hiszen tulajdonképpen ez nekik lett szervezve. És akkor az emlékverseny az eredményhirdetéssel ér véget, de azért beszéljünk Wolf tanár úrról, hiszen mindenki Gyuri bácsia. Azért azt tudjuk róla, hogy nagyon szeretett és imádott is sakkozni. Ő hogyan kapcsolódott be a szakosztályba? Hát ez nagyon érdekes dolog. Én már tulajdonképpen csak azt tudom mondani, amikor vele találkoztam először, ő már akkor a szakosztály tagja volt. Ő tanította engem is középiskolában, és ő volt a középiskolai csapatnak a fő szponzora, menedzsere, tehát minket vitt mindenfele, hallatlan nagy szívével, Vásztól kezdve Szombathelyig legnagyobb szurkolónk volt, és tulajdonképpen hát az egyik idézőjelben mondott szerelme a sak volt. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindig is a sakk mögött állt, mindig is támogatta a sakkot, és tulajdonképpen nélküle nem lehetett volna ezt elkezdeni. Ő volt az, aki először mondta, hogy csináljunk egy nemzetközi versenyt Beregfürdő mellénk állt, és tulajdonképpen ez a kettőség indította el ezt a versenysorozatot. Gyuri bácsi kezdeményezte, nyilván anyagilag is hozzájárult, részben a családja részéről, és itt kell megemlíteni, ugye, hogy nyilván ez az emlékverseny sem jöhetett volna létre Wolf László támogatása nélkül, hiszen édesapja tiszteletére ő döntött úgy, hogy egy komolyabb versenyt szeretne, és tulajdonképpen ezt anyagilag is megfelelően támogatja. Akkor azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy ez a 4 nap sikeresen záruljon. Én azt kívánom, hogy nagyon sok eredményes karcagi sakkozó legyen. Hát köszönöm szépen, és tulajdonképpen én úgy gondolom, ha mindenki jól érzi magát, és jövőre visszajönnek legalább 80-an, akkor már megéri megszervezni. Így legyen, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszöntöm nézőinket, Komodorosan vagyunk, a március 15-i ünnepség most ért véget. Gobba László polgármester úrral beszélgettünk. Mögöttünk egy szép emlékmű áll, amit most adott át a nagy közönségnek. Mi is az emlékmű pontosan? Ez az 1848-49-es szabadságharc hőseinek állítottunk emléket. Egy nagy adósságát rótta le ezzel a község, ugyanis az újvárosi és a Vén temetőbe 54-55 hősi halált, mártírhalált halt
szabadságharcos van eltemetve. És mi már próbáltuk, hogy egy közös emlékművet hozzunk létre a számukra, de azon a helyen nem engedélyezték ezt nekünk, és szerencsére a református egyház sietett a segítségünkre, és itt a templomkertben adtak helyet, hiszen hol lehetne méltóbb helyen megemlékezni, mint a templomkertben. Itt elhangzott, hogy kórház is működött abban az időben, itt külön felolvasták mindenkinek a nevét, amiről elhangzott, hogy ez nagyon utána nézett, tehát nagyon pontos nevek ezek. Reméljük, hogy nem lesznek újabbak, és mindenkit sikerült megtalálni. És az is elhangzott, hogy vannak olyan madarasiak, akik máshol vannak eltemetve. Nekik hogyan tudnak emléket állítani, vagy itt emlékeznek rájuk is? Igen, rájuk is itt emlékezünk. Tehát azért volt ez érdekes, mert ugye ebbe a hadikórházban, akik elhunytak, ők nem madarasiak voltak. Tehát ugye a Felvidékről, a Vajdaságról, Erdélyből és a Dunántúrról vannak ugye az elhunytak. A feledés homályába merültek sajnos, mert nem volt hozzátartozójuk. Gondolom én, hogy az első években azért még próbálták gondozni ezeket a sírokat, de községünk lakosai talán most tartották ezt fontosnak, hogy állítsunk nekik egy méltó emléket. Reméljük, hogy sokan meg fogják ezt nézni, és akkor minden évben pedig meg is fogják koszorúzni. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban, és hamarosan kezdődik a Balázs Fecó koncert. Először is örülök, hogy eljött Karcagra, és megengedte, hogy készítsünk önnel egy interjút. Járt már korábban Karcagon? Hát drága, az elmúlt 50 évben, amióta a szakmában vagyok, én több verzióban voltam itt. A legelőször még a Neoton együttessel, akkor még nem volt diszkózene, csak fiúk voltak a 60-as évek végén. De ha jól emlékszem, a Taurusszal is voltam a 70-es években. De aztán a 80-as évek elejétől kezdve majdnem minden évben volt itt korá koncert, valamilyen különböző helyi szabadtéri, vagy ebbe a terembe is például, tehát sokszor. Hát akkor biztos az idősebbek, akik jönnek a mai koncertre, azok majd nosztalgiáznak egy kicsit, hiszen emlékezni fognak erre. Amikor önállóan kezdte a karrierjét, az nehéz döntés volt? Hát az az igazság, hogy én nem kezdtem önállóan a karrieremet, hanem párhuzamosan készítettem olyan lemezeket, mivel billentyűs vagyok, sokkal nagyobb a mozgásterem egy zongoristának, mint egy gitárosnak, ebből kifolyólag, és zeneakadémiát végeztem, tehát nagyon sokrétű zenei dolgokat készítettem, klasszikus zenét, szintetizált lemezeket, filmzenéket, televíziónök írdalokat, tehát egész más kihívások. És hát ez a mai nap is egy előadó est az elmúlt 50 év zenei emlékeiből, amivel remélem, hogy lesz sok közös emlékünk a közönséggel. 4 éves azért nem most volt, azt már tudjuk az életkorából adódóan, de mi volt az első hangszer, vagy hogyan került a hangszer közelébe? Hát tulajdonképpen nálam úgy kezdődött, hogy egy budapesti bérházban, ami 3 emeletes volt és körfolyósos gangos, szombat-vasárnap jöttek a vándorzenészek ebédidőben muzsikálni, hegedűvel, tangóharmonikával. És ez nekem annyira megtetszett, hogy a szüleimtől karácsonyra kértem egy ilyen kis tangóharmonikát, amivel megtanultam magamtól fél után egy pár dalt, és az egyik ilyen hétvégi ebéden csönd volt, nem jött, valószínűleg lebetegedett valamelyik vándérmuzsikus. Kimentem, eljátszottam, és nem láttak, a földszinten laktunk az emeleten, hogy csak a zenét hallották, és elkezdték dobálni az újságpapírba csomagolt pénzeket. Hát nekem ez volt tulajdonképpen az első tiszteletdíjam, és az első próbálkozásom a szakmámban. Majd utána következett Magyarországon egy zenei általános, elsőtől 8-ig. Ekkor már zongorázni tanultam, majd sikeres felvételét nyertem a konzervatóriumba, zongoraszakra, ahol még egy évig Presser Picivel közösen jártunk egy zongoratanárhoz. És akkor jött be tulajdonképpen ez az új meghatározó, ezt akkor még nem tudtuk, de korosztályt meghatározó új zenei élmények, a Beatles és a Rolling Stones megjelenésével,
ami engem teljesen eltérített a komoly zenétől. A szüleim és a zenetanáraim nem kis meglepetésére és bánatára. Én ebben hittem, és ebben hiszek a mai napig, és én úgy érzem, hogy az elmúlt év, ami 50 év, ami mögöttem van, szakmai pályafutásomban az megerősített engem, hogy én ebben a műfajban találtam meg saját magamat. Nagyon sok mindenkinek ír dalt, ebben azért vannak ismerősök, akiknek rendszeresen a saját érzéseit is megírja mindig, vagy az adott előadónak írja a dalt? Drága, ezt nem lehet külön választani, mert az ember azt írja meg magából, mint amit egy festő a kezével, vagy egy szobrász a kezével megformál. Tehát azokat az érzéseket fejezi ki én zenében, dallamokban, mind amit ő az agyaggal, vagy ecsettel, amit átértünk, megértünk, jó, rossz és egyéb különböző zenei emlékeket részemről. Tehát én azokat írom meg, függetlenül attól, hogy ki énekli. A Sitke neve is összefonódott, önnel azért erről beszéljünk egy picit, hiszen én úgy tudom, hogy véletlenül járta azon a környéken, amikor felfedezte ezt a romos kápolnát. Hát erről picit nem lehet beszélni, csak hosszan, de megpróbálok három mondatban azoknak, akik nem tudják, hogy miről beszélünk. 1980-as évek közepén egy korán turnéban voltunk Vas megyében, ahol nem volt szállásunk, és valaki ajánlott, hogy akkor kezdődött Magyarországon a privatizáció, hogy különböző romos épületek, malmok, kastélyok és egyéb kápolnák kerültek privát magánkézre, amit az állam nem tudott saját pénzbe rendbe hozni. És miután lett Sárvár mellett 3 kilométerre egy újonnan épült és rendbehozott kastélyfogadóba szállásunk, este a Magyar Televízió jóvoltából vetítettek egy portréfilmet az ott már elhunyt Cifra György zongora művészünkről, aki Párizs mellett egy kolostort vásárolt meg, és abban különböző társművészeteknek adott helyet, jó maga pedig zongora esteket. És innen jött az ötlet, hogy a zenész kollégáim segítségével mentsük ezt a kápolnát meg, állítsuk vissza eredeti állagába, és 1985-ben elkezdődtek a minden év augusztus utolsó szombatján rendezendő Sitkei kápolna koncertek, olyannyira, hogy 1990-ben meghívtak az István a király eredeti szereposztásba, és több mint 20 ezeren voltak, és ennek a bevételéből mind belül, mind kívül teljes egészében rendelhoztuk ezt a kápolnát. Lettünk egy jogi egyesület, kulturális egyesület, és azóta 31 vagy 2 év telt el, és azóta működik. Én még azt kell, hogy nagyon sokáig működjön. Rengeteg díjat kapott már, ebbe van állami kitüntetés Kossuth díjtól kezdve, és nagyon sok szakmai díj is, meg közönség szeretet azért az körülveszi önt. Melyikre a legbüszkébb? Hát nézze, arra vagyok a legbüszkébb, hogy hiába van nekem sok állami díjam, Kossuth díjam, meg egyéb érdemrendjeim, ha kiraknak egy plakátot és nincs tele, akkor baj van. Tehát nem a díjakra jönnek be az emberek, ha bejönnek egyáltalán, hanem a dalokra, azokra a közös élményekre, ami azt hiszem, hogy az elmúlt évben nagyon sok közös emlékünk lesz, úgyhogy ez egy nagy emlékezés lesz a mai nap is, mint amikor voltam 2 éve Ausztráliában, tavaly Amerikában, Kanadában, és ahol magyarok vannak, mind velem éneklik ezeket a dalokat. Gondolom ez így lesz a Karcagon is. Én nagyon jó egészséget kívánok önnek, hiszen lehetett mostanában olvasni, hogy egy picikét gondok voltak, és visszavett a tempóval. Hát egy kicsit nagyot visszavettem a tempóval, az orvosaim egy kicsit megváltozott egészségi állapotomra tekintett, előjöttek a szív problémáim. Maximum 2 koncertezést adtak lehetőségként, ennél többet nem is vállalok, sőt olyannyira, hogy a zenekarommal a korállal nem is léphetek föl, mert ez plusz megerőltetés lenne számomra. Bízom benne, hogy ez a jubilemi 40 éves korál év, amiben egyébként vagyunk, és tervezünk egy nagy koncertet év végére, hogy addig egy kicsit felerősödik, és meg lesz tartva ez a koncert is. Reméljük, hogy így lesz, és azt gondolom az elmondottak alapján is, az, hogy Karcagon ebből egyik koncert ebben a hónapban itt lehet, ez még nagyon megtiszteltetés a városnak is. Hát számomra legalább annyi, mert nekem nagyon sok ismerősöm lesz, én biztos vagyok benne, és együtt fogunk énekelni az itt lévők java részével. Így legyen, és jó egészséget kívánunk önnek, és még sok-sok dalt mindannyiunk örömére. Meglátjuk, köszönöm, ezen vagyok.
Kedves nézőink, most Háttér című magazinműsorunk külön kiadásra következik, amelyben Karcag egyik legidősebb polgárával, Soltés Sándorral a fodrászmesterségről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Köszöntöm Önöket, Solt és Sanyi bácsinál vagyunk, hiszen sok-sok évtizeddel ezelőtt kezdett el fodrászkodni Karcagon, de hogyan is indult ez az elmúlt majdnem 6,5 évtized? Miért tetszett ezt a szakmát választani? Hát, hogy is mondjam, ezt a szakmát miért választottam? Mert hát... Sógorom fodrász volt, aztán mikor az iskolát elhagytam, 13 éves voltam, és akkor rábeszéltek, hogy legyek fodrász. Hát így kerültem aztán a sógoromhoz, ott szabadultam fel is, ott vizsgáztam. Így aztán ment. És akkor mikor tetszett megnyitni a műhelyt? A 54-ben. Akkor nyitottam meg, hát azoktól szállottam. Küzdködök. De hát ez már akkor, ha kiszámoljuk, akkor több mint 60 év. Mi vonzottad? Tehát miért nem váltott szakmát? Miért maradt meg ebben a szakmában? Hát mindig autót erről, hogy én nem fogok megmaradni. Mert hát voltam én közben más munkás is, hát voltam traktoros gépállomáson, voltam a ballomban. Voltam továbbszolgáló katona. Mi voltam? Öntözővállalatnál is voltam. Úgyhogy még vissza nem vettem ezt a szakmát, addig csak dolgoztam, én hol itt dolgoztam. És egyébként már azért 94 éves tetszik, 95-ben még mindig dolgozik. Ez nagyon fontos az ön számára, hogy emberek vegyék körül ma is még? Hát a pénz miatt is, meg hát, hogy a társaságban jobban eltérik ott az idő is. Aztán. Én úgy hallottam, hogy vannak olyanok, akik csak beszélgetni mennek be Sanyi bácsihoz. Igen, vannak olyanok, hogy eltérik az időt ott a beszélgetése. Unerő, hurarú, hát mikor kérjük, beszél az ember. De hát azért gondolom, hogy sok osztálytársa önnel egykorú ember azért már nem él, tehát inkább fiatalabbak veszik önt körül már ott is. Nem mondhatom. Hát fiatalok is, de sok az idősebb, mert valahogy jobban szeretik. Jól el tudnak vele beszélgetni a régi dolgokról, minden aztán. Épp ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor egy kicsit nosztalgiáznak, felidézik, hogy mi volt régen, és akkor ilyenkor aztán mindenkinek van emléke? Igen, beszélgetünk a útról, jövőről is, amikor mi alakul ki. Akkor én is a jövőről kérdezem. Azért még akkor van pár év a 100 évig, de akkor úgy tervezi, ugye, hogy azért azt még megéri, és még fodrászkodni fog. Gyarulós, mert már is fáj a lábam. Na, de hát nem. Én azt kívánom azért, hogy még sok-sok vendége legyen, és jó egészséget kívánok önnek, és akkor találkozunk a 100. meg mondjuk előtte még a 95. utána meg a 100. Köszönöm szépen. Hát sose lehet tudni. Karcag ipartestület elnökével Kurusz Istvánnal beszélgetünk, aki vállalta, hogy most a mi kedvünkért, de aztán úgy tudom, hogy nem csak a mi kedvünkért ült ide Sanyi bácsi székébe. Mióta volt nála először? Hát ez éppen nem most volt. Eltelt egy pár év. Mikor én elkezdtem az akkori tanácsházán dolgozni, ez 69 nyara, és akkor, mikor átvettem, tehát az építési, közlekedési és vízügyi osztályon dolgoztam, mert akkor még így hívták a mostani műszaki osztályt, akkor Kovács József volt, aki az útőrökkel, egyebekkel foglalkozott, és mutatta be így a külterületet, és mikor voltunk a Bócsai út környékén, akkor megálltunk Sanyi bácsinál,
és ők akkor már régóta ismerték egymást, onnan volt az ismerettség, tehát ez azért nem éppen most volt, mert ez 69. ilyen július-augusztusi időszak volt, tehát utána azóta ismerjük egymást, ipartestületi tagunk, jelen pillanatban a legidősebb ipartestületi tagunk, bízok benne, hogy ez nagyon sokáig így is lesz, és hát egy pár éve én is, hogy jártam itt a Kisföldek vele, kutatóintézetnél dolgoztunk, megálltam, bementem, aztán egyszer, hát akkor már hagyj nyírjon meg, jó van Sanyi bácsi, akkor legyen egy nyíratkozás is, és úgy egy évben kétszer-háromszor ugye leültem, és éppen tavaly volt egy olyan eset, mikor mondja, hogy hát ő már 93 éves, 94 lesz, mondom, Sanyi bácsi, nekem csak én csak egyetlen egyet kívánok, hogyha majd én még 99 éves leszek, akkor nyírjál meg. Sanyi bácsi elgondolkozott, és azt mondja, hogy hát jó van, fiam, csak akkor már lehet, hogy otthon foglak, mert télen nem akarok már kijárni, mert csúszik az út, havas, hideg van, és de a lakáson azt mondja, hazahozom én mindig a szerszámokat télire, és akkor természetesen megnyírlak, ennek az égvilágon semmi akadálya. Úgyhogy én ezt otthon is elmeséltem, és ez az optimizmus, ez azért olyan jó érzéssel töltött el, hogy biztos vagyok benne, hogy 99 éves koromban, vagy 92 éves, 93 éves koromban majd még akkor engem a Sanyi bácsi meg fog nyírni. Hát így legyen, most azért csak egy picit eljátszottunk a gondolattal, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy az ilyen idős mestereket is megbecsüljék. Itt az előbb már láttuk az asztalon, hogy Sanyi bácsi is több elismerést kapott már az ipartestület részéről. Hát igen, Sanyi bácsi azon iparosok közé tartozik, aki szünet nélkül mindig ipartestületi tag volt. Éppen itt mutatható az a három gyűrű, ami végeredményben ez a maximum, ami kiadható. Tehát Sanyi bácsi megkapta, ez mellett még kapott jó pár oklevet, aranykaszorúst, stb. És hát nem akarok titkokat elárulni, de úgy néz ki, hogy ez még nem, ezzel még nincs befejezve a díjazások sora, úgyhogy szerintem még fog lenni, ha hamarabb nem is, de az ipartestületnek a szakibál alkalmából, ugye közösen tartjuk már ezt az ipari iskolával, tehát azon keretén belül én már tudom, hogy lesz egy meglepetés, ami akkor ugyan már lehet, hogy nem lesz teljesen meglepetés, de én úgy gondolom, hogy ez nem probléma, hogy ezt most én itten elmondtam. Annál is inkább, hogy tényleg ő még azon szakemberek közé tartozik, aki még jelen pillanatban is, de is a szerszámjait megnézzük is látszik, hogy azok nem éppen a legmodernebbek, azokkal még ahhoz, hogy azt tudja használni, és jól tudja használni, ahhoz bizony nagy szakmai tudásnak kell lenni, és én úgy gondolom, hogy nem csak mint fodrászok, hanem ezt mondhatjuk, én azt hiszem, hogy az iparosok minden területére, hogy valahol ott kezdődik, ahol a kétkezi munkát megtanulták, és a technika csak gyorsabbá és jobbá teszi azt, amit én eleve megtanultam, és ő is ezen idős szakemberek közé tartozik, és én is bízom benne, hogy még nagyon sokáig fogott a fiatalabb, az idősebb korosztállyal elbeszélgetni kint a műhelyével, sőt azzal is tisztában vagyok, hogy tényleg most ez a lehetőség, ez ott lett volna az igazi, azok között a jó pár évtizedes fodrászkellékek mellett, a pultnál, az asztalnál, egyebeknél, de tényleg most ezt ott nem lehetett megcsinálni, de én majd javasolni fogom, hogy egy pár év múlva még ott majd azért csináljunk egy felvételt, ahol tényleg ott fog még dolgozni a műhelyébe. Reméljük, hogy így lesz, és hát most ez a felvétel azért készül itt a lakásán, hiszen egy picit megfázott Sanyi bácsi, és nem akartuk kitenni annak, hogy abban a hideg műhelyben még esetleg még komolyabb baj legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fogunk még akkor találkozni Sanyi bácsival is, és akkor úgy legyen, ahogy önnek megígérte ezt a nyilatkozást. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és Sanyi bácsinak még nagyon sok aktív, hosszú életet kívánok, mindez jó erőbe, egészségbe. És ez így legyen. Mi is ezt kívánjuk, köszönjük szépen!
kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.